Nem csak egymással, hanem az ord időjárással is meg kell küzdeniük a katonáknak az orosz-ukrán fronton. A hideg, ködös és csapadékos időjárás miatt a harcvonal megmerevedett, az oroszok hosszú ideje nem értek el nagyobb eredményeket, az ukránok pedig tartalékolják az erejüket a tavaszi offenzívára. Közben egyre inkább úgy tűnik, hogy az oroszok és az ukránok is lőszerhiánnyal küzdenek. Teljes menetfelszerelésben a sárban szinte térdig süllyedve haladnak az ukrán katonák a lövészárkokban egy nemrég megjelent felvételen. A katonák szó szerint a sárban ülnek, a mozgásukat a csúszós agyag mellett az összegyűlt víz is nehezíti. Elképesztő állapotok uralkodnak a fronton a katonáknak nem csak az ellenséggel, hanem a hosszú ideje tartó hideg, csapadékos, ködös időjárással és a mocsárral is meg kell küzdeniük. Közben a harcok is folytatódnak és sorban esnek el a katonák. Bakhmut térségében az oroszok az utánpótlási vonalak elvágásán dolgoznak. A támadásokban rengetegen vesztik életüket, az ukrán hadsereg arról számolt be, hogy kitartanak, de nagyon nehéz a helyzet. Az oroszok napok óta nem hajtottak végre érdemi előre nyomulást, a támadások üteme csökken vagy stagnál, számolt be az amerikai hadtudományi intézet. Az elemzés szerint az oroszok vagy a várható ukrán ellentámadásra készülnek és tartalékolnak, vagy pedig tüzérségi lőszerhiánnyal küzdenek. Pedig januárban még az oroszok tagadták, hogy készlethiánnyal küzdenének, sőt a lőszergyártás fokozásáról számoltak be. Elemzők szerint, ha valóban lőszerhiány alakult ki az orosz oldalon, annak a pontatlan célzás és az lehet az oka, hogy a támadásokhoz rengeteg lövedéket használtak fel. Az ukránok is kritikus lőszerhiánnyal küzdenek és spórolniuk kell, a Washington Post szerint pedig korábban naponta 7700 lövedéket lőttek ki, vagyis 6 másodpercenként egyet. Az amerikai lap azt írta, azok a lövegek, amelyek egykor naponta 20-30 lövést adtak le, most jó, ha napi 1-2 lövedéket lőnek ki. Közben sorra futnak be az Ukrajnának küldött nyugati fegyverszállítmányok is a frontra. A szlovák és lengyel MiG-29-es vadászgépek mellett megérkezett 18 Leopard 2-es harckocsi és 40 könnyűpáncélos Németországból. Nagy-Britannia is folytatja Ukrajna segítését, London Challenger 2-es harckocsikat biztosít és ukrán katonákat is kiképez ezek használatára, amellett, hogy szegényített urántartalmú lövedékeket is ad Ukrajnának. Az elmúlt hetekben gyorsuló tempóban érkeztek a nyugati országokból a harckocsik, páncélozott járművek, légvédelmi eszközök és lőszerek Ukrajnába. A legtöbb fegyvert az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, Németország és Lengyelország szállítja a háborúban álló országnak. Elemzők szerint ezeket már a hamarosan következő ukrán offenzívában is bevetik. Kijev nehéz helyzetben van, ugyanis egyszerre kell beosztania a tartalékait és eredményeket felmutatni. Erről néhány napja beszélt az Alapjogokért Központ szakértője az M1-en. Horváth József szerint a harci morál fenntartásához katonai sikerek kellenek. Mondjuk nem képesek egy olyan eredményt elérni, mondjuk, hogy az Azovi tengerig el tudjanak jutni az ukrán katonák, és ezáltal ketté szakítsák a frontot, és szárazföldi összeköttetéssel meg tudjanak indulni reményeik szerint a Krím-félsziget felé. Ha ezt nem érik el, akkor ez a tavaszi hadjárat gyakorlatilag nem fog érni túl sokat. A háború kiterjedését kockáztató nyugati politikusokkal szemben a magyar kormány álláspontja az, hogy minél előbb békére van szükség, mert csak így lehet elkerülni, hogy emberek halljanak meg.